Megforgatni, összerakni, kipróbálni a kiállítás minden pontján lehet valamit, ma főleg tatai diákcsoportok fedezték fel a Petőfi Irodalmi Múzeum buszát, melynek nem csak a belseje, a külseje is árulkodó, a magyar irodalom egyik legnagyobb és legismertebb alakja, Arany János élete és munkássága fedezhető fel az utazó kiállításban. Főleg a legnagyobb művekre koncentrál a tárlat, így a Velszibárdok, a családi kör és a hídavatás is megtalálható téma, de vannak kevésbé ismert művek, vagy épp életrajzi érdekességek, amit a látogatóknak szánnak. Elsősorban azért nagyon jó ez a forma, mert interaktív. Tehát a gyerekek, hogyha fölmennek és meg akarnak ismerkedni Arany János életével és munkásságával, akkor nem csak a szokásos úgynevezett frontális eszközökkel tehetik meg mindezt, hanem megforgathatják, megnézhetik, kézbe vehetik a dolgokat, vannak fel érintőképernyős játékok, zenés, filmes feldolgozások a legfontosabb baladáiból, verseiből, és ezek úgy látjuk, ezek az eszközök nagyon jól működnek, nagyon jól tudják aktivizálni ezt a korosztályt, ezeket a mai gyerekeket. A busz másfél éve járja az országot, és október 31-ig meg sem áll. Ez idáig közel 200 helyszínen időzött, és mutatta be Arany János költészetének máig ható jelentőségét. A buszba manuális játékokat és digitális eszközöket is beépítettek, melyek nem csupán szórakoztató élményt nyújtanak, de tudást is közvetítenek. A kiállítás összesen 2,5 napig lesz látható városunk. Sok csoport jelentkezett a megtekintésre, azonban a helyi lakosság számára is van olyan időszak, amikor egyénileg megtekinthetik. A csütörtök délután 16 és 18 óra közötti időintervallumot ajánljuk az ő figyelmükbe, amikor egyénileg jöhetnek, és ők is ötletes cselekvések által juthatnak Arany János életével, munkásságával, verseivel kapcsolatos információkhoz. A feltűnő autóbusz a művelődési ház melletti parkolóban várja az utasokat, Tata után pedig Esztergomba látogat a hétvégén.